Köszöntünk mindenkit a Build Upon négyzeten projekt záró eseménye kapcsán a kerekasztal beszélgetésünkön, ahol a kerekasztal beszélgetésben felkértük a követő városaink képviselőit, hogy osszák meg az önkormányzatok éghajlatváltozási munkájáról, illetve a projekthez való kapcsolatáról való véleményüket, tapasztalataikat, gondolataikat. A beszélgető partnereim ebben a kerekasztal beszélgetésben Újszászi Györgyi, Budapest főváros első kerület Budavár önkormányzatának a képviselője, Ferenci István, Budapest főváros Kispest önkormányzatának a képviselője, illetve Németh Ákos, a Szombathely megyei jogú város képviselője. Ahogy látják, ez a kerekasztal beszélgetés a járványhelyzetre való tekintettel ilyen megosztott módon valósul meg. Itt helyszínen vagyunk Németh Ákossal, és Zoomon keresztül kapcsolódik be Györgyi és Ferenci István. Mivel is kezdenénk ezt a beszélgetést, szeretném felkérni a beszélgető partnereket, hogy egy kicsit osszák meg azt a gondolatot, hogy a városaik, önkormányzataik milyen módon foglalkoznak az éghajlatváltozással, klímastratégiák, klímavészhelyzet, SECAP, energiatervek, mik léteznek a városokban. Akkor először Ákos, Németh Ákost kérdezném erről. Köszönöm szépen. Nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Gyakorlatilag Szombathelyen 2015-ben készült el a klímastratégia, és utána viszonylag sokáig kis csend volt ebben a témában. 2019-ben döntöttük el, hogy a SECAP-ot elkészítjük. Jelen pillanatban ez folyamatban van, most közeledik a lezárása. Gyakorlatilag ez a pandémia elég jól áthúzta ezeket a terveinket, úgyhogy azért is nagyon örültem ennek a Build Up négyzeten projektnek, mert gyakorlatilag egy eszközt ad nekünk a kezünkbe ahhoz, hogy hogyan fogjuk tudni jól és hatékonyan felhasználni a jövőben várható forrásokat majd erre a területre. Köszönöm szépen. Újszászi Györgyi, Budavár önkormányzata nevében. Milyen programjaitok vannak nektek a kerületben? Klímastratégiánknak van 2015-től, ennek éppen esedékes egy revíziója, hogy ezt a SECAP kidolgozása során megalapítottuk a SECAP-ban közreműködő szakértők segítségével. A SECAP-unkat sikerült idén áprilisban elfogadni, és azzal is büszkélkedhetünk, hogy a Build Upon, a négyzeten projekt keretrendszerét már be tudtuk építeni, mert még épp az előtt csatlakoztunk a projekthez követő városként, vagy lezártuk volna, úgyhogy ez így a SECAP-unkban benne van. A klímavészhelyzetet az önkormányzatunk kihirdette, igyeztünk nagyon sok mindent tenni annak érdekében, hogy mérsékelni tudjuk a vészhelyzettel kapcsolatos problémákat. Ezek során szembesülünk olyan nehézségekkel, amelyek rajtunk kívülálló okok miatt állnak fent, például a kerületen átmenő forgalom, amivel keveset tudunk kezdeni, ugyanakkor rengeteg potenciál van a kerületi házak, lakások, épületek, önkormányzati intézményi épületek energiahatékonysági felújításában, és itt is keressük azokat a megoldásokat, amik segítenek bennünket abban, hogy a műemlékvédelmi környezet miatt nehézségeken túl tudjunk lépni, és tudjunk olyan napelemes technológiát találni, ami telepíthető a kerületben, úgyhogy kilátásaink biztatóak a jövőre nézve, hogy el tudjuk majd 2030-ra élni, mi is a 40%-os széndioxid kibocsátás csökkentést, de ehhez sokat kell dolgoznunk, és sokat kell tanulnunk azoktól, akik előrébb vannak, úgyhogy nekünk kiváló lehetőség, hogy csatlakoztunk, és szeretnénk majd a eddigi tapasztalatokat beépíteni, alkalmazni, és akár együtt is tovább dolgozni ezek fejlesztésén. Köszönöm szépen, Györgyi.
És akkor István, Ferenczi István, Kispest önkormányzata nevében, vajon Kispest milyen éghajlatváltozási mérséklő és adaptáló programokat valósít meg? Sok szeretettel üdvözlök én is mindenkit, és köszönöm, hogy ilyen módon is lehetőség van bekapcsolódni. Én önkormányzati képviselő vagyok ebben a kerületben, és környezetvédelmi tanácsnok is. Az én szerepem, vagy szerepfelfogásom az egyszerre egy, hogy mondjam, város vezetői, és egyszerre egy ellenzéki szerepfelfogás. Ezt fontosnak tartom hangsúlyozni az elején, nem akarok nagyon a részleteibe belemenni. Mi az, amit teszünk, vagy tettünk, vagy tett a kerület eddig? Már a 2010-es évek elején közepén csatlakozott a SEAP programhoz, ahhoz a szövetséghez, amely nyomán akkor még SEAP-nak nevezett akciótervő stratégia került elfogadásra a városban, aztán ennek volt egy értékelése, most már van SEKAP-unk, van klímastratégiánk is, vannak jó példák és jó kezdeményezések a mi kerületünkben, nem csak az épületek energetikában, de a közösségi kertek szinterén, a kerületben a lakossági komposztálást támogató önkormányzati tevékenységek szintjén is. Mindezzel együtt azonban azt kell, hogy mondjam, hogy folyamatos kérdés és mérlegelés tárgya részemről az, hogy ezek mennyiben valódi jelentős előrelépést biztosító akciók, és mennyire a kerület működésének a zöldre festése. És amiről szerintem érdemes volna beszélni, majd egy kicsit bővebben, ha lesz rá időnk meg lehetőségünk, hogy milyen lehetőséget nyújt ez a Build-Upon projekt, ez a Horizon 2020-as együttműködés abba, hogy ez tényleg ne csak zöldre festés, meg egy-két ilyen zöld bokréta legyen ezen a nagy barna kalapon, ami a kerületnek, meg az önkormányzatnak a működése. Köszönöm szépen, és valóban a Build-Upon projektnek az volt a célja, hogy egy módszertant, egy eszközt adjon az önkormányzatoknak, hogy az éghajlatváltozási feladatoknak csak egy szegmensét, az épületekhez kapcsolódó szegmensét jobban tudja kezelni. Tudjuk, meg el is mondtátok, hogy azért a klíma témakör az nem csak a mitigációt, hanem az adaptációt is tartalmazza. Az adaptáción belül sokkal inkább helyi feladatok vannak, a vízmegtartás, az egészség témakörök. Mi ebben a projektben az épületekkel foglalkoztunk, és az épületek viszont azért fontosak, mert hogy a széndioxid csökkentési célokból a legnagyobb részt ezekhez kötjük. És itt akkor visszautalnék István megjegyzésére, hogy nagyon sokszor ezekben a stratégiákban az épület ágazat, mint legnagyobb fogyasztó és mint legnagyobb célértékre valami hihetetlen nagy megtakarítási érték van célként kitűzve, mondván, hogy az 2030-ra majd csak elérjük. Milyen, ti mit láttok a saját önkormányzatotoknál, településeteken, város, kerületben, hogy az épületágazat mennyire fogható meg, mennyire segíthetők azok a felújítások, amik a széndioxid kibocsátást csökkentik. És akkor én azt gondolom, hogy próbáljunk meg egy kicsit kötetlenebbül beszélni, mert hogy itt sok olyan kérdés van, ami mindenkire érvényes, vagy egyéb, vagy specialitás, mint Budavárnál a történeti épületállomány. Ki szeretné kezdeni? Én elkezdem, hogyha lehet. Kérlek. Ez egy relatív kispénzű kerület, 12-3 milliárd forintnyi összegből gazdálkodik, vagy ekkora a költségvetése évente Kispestnek, és talán
mondhatom, hogy relatíve kis épület állománnyal is. De nyilvánvalóan azért vannak épületeink, még a Klik által átvett iskoláknak az épületeiért is részben vagy egészben a kerület felel, tehát van itt potenciál. Én a problémára szeretnék most elsősorban rámutatni, ami a különböző szervezeti egységek, meg a különböző intézményeknek a együttműködése, vagy együtt nem működése, és a tudásnak az átadása, vagy átnemadása. Az egyik eklatáns példája ennek az, hogy a kerületi uszodának a tetejére telepítettek még nagyon régen, 2010-es évek környékén napkollektoros rendszert. Nagyon jól néz ki, tele van a tető napkollektorokkal, rengeteg meleg vizet gyártanak éjszakára. Tehát amikor senki nem használja az uszodát, amikor senki nem folyatja a meleg vizet a csapból, akkor tele vannak a pufferek forró vízzel. Egyébként, tehát egy túltervezett, jónak tűnő, de felesleges pénzégető beruházás volt ez. A másik ilyen, amikor napelemeket telepítettek az egyik kódának a tetejére, és hogy a napelemek a lehető legnagyobb hatékonysággal a lehető legtöbb energiát termeljék meg, ezért lecsonkolták a fákat az északi oldalán az épületnek, amerre egyébként nem is fognak nézni azok a napelemek. Tehát a hozzá nem értés, a nem törődömség, a kapkodás, a kipipálás, ezek akadályozzák igazából azt, hogy valódi jó eredményeket érjünk el, de hogy ne csak rosszat mondjak, hanem jót is. Van Forrásház nevű intézményünk a kerületben, amely úgy humán szempontból, mint technológiai szempontból egy igazi innovatív helyszín. Ez egy nyitott, segítő pszichiátriai intézmény, és egy földszondás hőszivattyúval oldják meg a fűtést, ami szintén el lett méretezve, de nagyon jól működik, és tulajdonképpen egy pilot projektként értelmezhető, és ebből lehet, vagy lehetne tanulni. A másik, hogy folyamatosan az óvodáknak és a bölcsödéknek az energetikai felújítása, hőszigetelése, teljes közműcseréje. Itt kapcsolódnék egy picikét a build-uponhoz, meg ahhoz hogy mondjam, adat alapú tervezéshez, amiről ez nekem egyáltalán szól, hogy itt nem elsősorban az a szempont, hogy hol lehet elérni a legnagyobb megtakarítást, hol lehet elérni a legnagyobb hatékonyságot, hanem hogy hol melyik körzetben kell valószínűleg a lehető leggyorsabban valamit felmutatni, hogy a következő választáson abban a körzetben elégedettek legyenek a választópolgárok. És ez nem egy kritika igazából, vagy nem kizárólag egy kritika a mi vezető politikusaink felé, hanem ez egy rendszerkritika, úgy van összeszerelve a rendszer a 4-5 évenkénti ciklusokkal, hogy ilyen módon kell eredményt produkálni, így kell megfelelni az embereknek. Befejezem, hosszú voltam, elnézést. Ahhoz, hogy jól működjenek ezek az energetikai felújítások, akciók, tervek, stratégiák megvalósuljanak, ez nem csak az, hogy elkötelezett, együttműködő, hozzáértő emberek legyenek az önkormányzatban, hanem az is kell, szerintem elengedhetetlen, hogy a választók részéről, vagy legalább a választóknak hangot adó helyi civilek, más szektorok részéről érkezzen valamilyen fajta nyomás a hivatalra, meg az önkormányzatra, hogy ezeket a jó lépéseket tegye meg. Hát mi a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete pont szeretnénk ezt a szakmai segítséget, mint egy non-profit civil szervezet megadni az önkormányzatoknak, és továbbiakban is képzéseket nyújtani. De akkor visszatérve egy kicsit Szombathelyre és Budavárra, az épületállományhoz, épületfelújításokhoz kapcsolódóan mik a legnagyobb kihívások, legnagyobb problémátok nálatok? Györgyi esetleg? Köszönöm szépen, én nagy mértékben kapcsolódok is István által elmondottakhoz. Jelesen azzal kapcsolatban, hogy nagyon-nagyon fontos egyrészt az önkormányzatban minél több elkötelezett munkatárs
bevonásához, megnyeréséhez, és az ő szemléletformálása részükről tudását adás, és nagyon fontos, hogy ne egy-két-három ember próbálja megvalósítani azokat a célkitűzéseket, amik a szekabban rögzítve vannak, és nem csak azért, hogy azok teljesítve legyenek, hanem tényleges eredményeket elérni. Így túl tudjuk lépni esetleg ez zöldbefestés problematikáján. Ez az egy dolog, ami nekem nagyon fontos célkitűzés lesz a következőkben, hogy bármilyen, akár játékos módon is bevonni a munkatársakat, hogy aztán később sokkal komolyabb tudásanyagot is át tudjunk nekik adni. És a lakossági szemléletformálás, hiszen hiába vannak a célkitűzések, a lakosság tevőleges hozzájárulása nélkül biztos, hogy nem tudunk előrelépni. Az intézmények, mivel a saját hatáskörünkben van, ott azért viszonylag egyszerű, hogyha pályázati forrást tudunk hozzá találni, hiszen az első kerület is elég forrás megvonásos helyzetben van, úgyhogy minden lehetőséget fel kell arra használnunk, hogy ide be tudjunk csatornázni lehet pénzügyi és személyi forrást is, mert ez egy akkora feladat, hogy kívánna egy önálló embert, aki ezzel foglalkozik hosszú távon, függetlenül a választásoktól, akkor lehet stabil eredményeket hozó munkát csinálni meggyőződésem, hogyha ez nem változik 4-5 évente. Bízom benne, hogy azért a környezetvédelem és a fenntarthatóság, energiahatékonyság, ez egy olyan témakör lesz, amit bármilyen városvezetés vagy kerületvezetés mindig támogatni fog tudni, és nem kell majd betenni a polcra az eddig elért eredményeket. A lakásállományunk nagyon-nagyon rossz helyzetben van energiahatékonyság szempontjából, nagyon sok régi épület található a kerületben. Az összetétel nagyon vegyes, ami szintén jelent problémát felújításoknál, és a technológiai megvalósítást is időnként problémás, akár hatékonysági felújítás kapcsán, akár megújuló energiák bevezetése kapcsán. Most írtunk ki először energiahatékonysági pályázatot önkormányzati tulajdonban lévő és szociálisan hátrányos helyzetűek részére, nekik a felújítás felét fogjuk utólag visszatéríteni, és nagyon jó volt hallani Budaörsnél, hogy náluk az energiahatékonysági pályázatot már következő évben kiegészítik az adatgyűjtéssel, úgyhogy a jövő évi pályázati kínálásnál ezt mi is biztos, hogy le fogjuk építeni. Köszönöm szépen! És hát a Budapest és Pest megye az az Európai Uniós források elérésében egy kicsit hátrányosabb helyzetben van a GDP miatt. Vajon egy vidéki önkormányzat, megyei jogú város, Szombathely, hogyan áll ezzel? Tudja-e az épületfelújításokat megfelelően ösztönözni, hogy az megfelelő ütemben haladjon előre? Hát Szombathely meg egy olyan helyzetben van, hogy viszonylag magas az iparűzési adó, vagyis hát az iparűzési adóból származó bevétel, ennek megfelelően a szolidaritási adó is magas. Ugye, ami azért egy faramuci helyzet, mert az mindig évekkel visszamenőleg számítják, és az, hogy 2 évvel ezelőtt magas volt az iparűzési adó bevétel, az most csapódik le, amikor viszont nagyon nehéz helyzetben van az önkormányzat. Tehát gyakorlatilag jelen pillanatban alacsonyak az iparűzési adó bevételek, viszont sok adót fizetünk, a szolidaritási adót. Úgyhogy hát nálunk is nagyon komoly forráshiányok vannak, és jelen pillanatban pont ez az egyik olyan probléma, ami miatt nehéz egyáltalán a pályázati önrészeket is előteremteni, illetve a saját intézményeken túl, mondjuk a lakosságot motiválni, ösztönözni a beruházásokra, meg gyakorlatilag jelen pillanatban nincs semmiféle forrása az önkormányzatnak, hogy ezt megtegye. Viszont amink van, az elkötelezettség. Tehát hogy én úgy gondolom, hogy az, hogy a legelső lépés az, hogy legyen egy
erős elkötelezettsége a városvezetésnek, hogy számára ez a terület fontos, és ezt deklarálja, például azzal, hogy vannak olyan politikusok, akiknek deklaráltan ez a feladata. Tehát, hogy itt mi vagyunk, az már mindenképpen egy előrelépés. És ezen túl, ugye már Budaörsnél is előjött, hogy kell, hogy legyen operatív ember, aki a hivatalon belül ezzel foglalkozik, mert hát mindannyian tudjuk, hogy ezek a magára hagyott rendszerek általában ilyen káosz felé törnek, és ez nincs másképp az önkormányzatnál sem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez kell, hogy legyen a második lépés, és jelen pillanatban, hogy tudjuk, hogy ez nem az az év, amikor nagyon komoly beruházásokat tudunk tenni, ez pontosan arra alkalmas, hogy felkészítsük a hivatalt, illetve az egész rendszerünket arra, hogyha majd jobb idők jönnek, akkor azokat a forrásokat megfelelően, hatékonyan és célzottan jól tudjuk hasznosítani. Úgyhogy itt abszolút a build-upon az beleillik ebbe a koncepcióba. És akkor rá is térnénk az utolsó kérdéskörre, nevezetesen, hogy szeretnénk mindenképpen megköszönni a részvételeteket a Build-upon négyzeten projektben. Az, hogy követővárosként ezt a keretrendszert teszteltétek, visszajelzéseket adtatok arra vonatkozóan, hogy igazából ez a magyar módszertan hogyan álljon össze. Mit jelentett nektek ez a projekt, mit kaptatok tőle, hogy érztek, hogy mi a hozadéka számotokra ennek a projektnek? Köszönöm. Ugye Budaörs is elmondta, hogy gyakorlatilag az első reakció az a döbbenet. Hát szerintem mi sem voltunk másképp Szombathelyen, de nem egészen azért, hogy milyen sok adatot kell szolgáltatni, hanem hogy az, hogy rádöbbentünk, hogy mennyire magára hagyott volt ez a terület eddig. Gyakorlatilag nagyon-nagyon fragmentáltan foglalkozott vele a város, és mindenképpen egy nagyon-nagyon jó rámutatás volt az egész projekt arra, hogy ezzel a területtel sokkal inkább összefogottan, és hogy egy kézbe össze kell ezeket az adatokat és az információkat gyűjtenünk, és pontosan úgy, ahogy Budaörs is elmondta, hogy kell ezzel a területtel foglalkoznia egy dedikált embernek. Gyakorlatilag ott már ugye az első workshopon erre jutottunk mi is. Igen. És az eredményeket nyomon követésére vonatkozóan is nálatok, az is egy kiemelt szempont volt. Hát igen, Szombathelyen pontosan 30 millió okot tudok mondani arra, hogy miért kell kiemelten foglalkozni ezzel a területtel, ugyanis mi pont úgy jártunk, hogy egy nem kellően megalapozott projektbe beszálltunk, aminek az lett a vége, hogy az ötödik év végén nem tudtuk azokat a megtérüléseket felmutatni, amit kellett volna, úgyhogy 30 milliós visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, és én azt gondolom, hogy ha annak idején egy ilyen hasonló keretrendszerrel ez megfelelően, megalapozottan körül lett volna járva, akkor ezt el tudtuk volna kerülni. Köszönöm szépen. Györgyi? Nagyon-nagyon sok gyakorlati jó megoldást hallottam, akár a mai előadás kapcsán is. Úgyhogy én nagyon kiemelten fontosnak tartom a jövőben azt, hogy a kerületi feltérképezést elindítsuk, ennek kialakítsuk a leghatékonyabb módszerét, és erre építve aztán tudjunk egy felújítási tervet készíteni, ami reális vállalható az önkormányzat számára, és nem futunk bele olyan csapdába, hogy gyorsan valamiből belevágunk, amit nem tudunk teljesíteni. Úgyhogy mindenféleképpen további tapasztalatokat szeretnék még az év hátra lévő részében gyűjteni, amellett, hogy a önkormányzati munkatársak, különböző szakirodák egy-egy személyével szeretnék indítani egy képzést, amiben természetesen nagyon fontos alap lesz az a keretrendszer, amit be is emeltünk a SZEKAPUNK-ba, úgyhogy egyrészt a SZEKAPUNK-at szeretném mélyebben megismertetni a dolgozókkal, és ezen belül a keretrendszert, és ennek mentén fogunk tudni tovább haladni. És a lakossági széles körű ismertet, például az önkormányzati zöld aloldal elindításával is szeretnénk megalapozni, szerencsére önkormányzati
vezetői képviselőtestületi támogatással együtt. Köszönöm szépen, és akkor Kispest Ferenc István, nektek mit hozott a követővárosi együttműködés? Nagyon sok ponton alá tudom húzni azt, meg a mi oldalunkról is meg tudom erősíteni azt, amit az Ákos Szombathely kapcsán elmondott, tehát hogy rámutatott azokra a hiányosságokra, arra a széttörzedezettségre, ami akadálya annak, hogy egy szervezetként jól foglalkozzanak a munkatársak ezzel a területtel. Azt nem mondanám, hogy Kispesten nincs vagy nem volt egy dedikált ember, akinél ez összefutott vagy összefuthatott volna. Hál' Istennek van ilyen figuránk, de mind az ő ambícióit, meg mind a, mondjuk az én ezzel a területtel kapcsolatos kritikáimat láthatóvá tette, megtámogatta, meg mindenki másnak az ambícióit, meg a részfeladatát láthatóvá tette ez a követővárosi szerepben megvalósított két vagy több workshop és az ezzel kapcsolatos kommunikáció, és most mi egy olyan, tehát ezt adta, hogy feldobta a problémát, láthatóvá tette és támogatást adott azoknak, akik már nagyon régen szerettek volna ezzel foglalkozni, és hogy hogyan lehet ezt tovább vinni. Mi most éppen abban a szituációban vagyunk, hogy egyéb okok miatt is átalakul a hivatalon belüli irodai vagy csoportstruktúra, meg az intézményi struktúra, tehát a városüzemeltetésről a zöld irodára, a zöld irodáról a városgazda céghez kerülnek dolgok, megy körbe a ringispil, és akkor ebben a ringispilben utazik a SZEKAP is, meg az összes ilyen energetikai tervezéssel, kivitelezéssel kapcsolatos feladatnak a hatásköre, lebonyolítása, és most, amikor még ez képlékeny, még frissek ezek a szempontok, meg ez az élmény, ami azért egy jelentős számú munkatárs átélt ebben a projektben, és ez segíteni fog reményeim szerint abban, hogy jobban szereljük össze az egész struktúrát, és jobban működjünk jobb eredményekkel. És köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönöm. És akkor a záró kérdéssor. Arra gondoltam, hogy ezt az egész beszélgetést egy olyan kérdéssel zárnánk, hogy egy-egy gondolatot mondjatok arról, hogy mi következik most a városotokban, mint első lépés 2021-22-ben, és mit tartotok a legfontosabb külső feltételnek, hogy valóban ez a felújítási hullám, ez előre haladjon, és dinamikusabban működjön. És akkor most István, kezdjünk veled. Talán részben válaszoltam arra, hogy mi következik. Az első lépés. Részben zajlik, hogy újra gyúrjuk a struktúrát. Az első lépés, amit én tudok ebben tenni, az az, hogy beviszek egy egyébként Belezna Éva által előkészített, megtámogatott előterjesztést arról, hogy akkor hogyan is helyeződjön el ez az egész feladatkör, kérdéskör a mi intézmény struktúránkban, erről legyen egy politikai döntés, hogy ezzel foglalkozni kell. Tehát ez az első lépés, és hogy milyen, tehát hogy égessük ezt bele a DNS-ébe a szervezetnek. A másik, hogy milyen külső feltételnek kellene megvalósulnia, hogy komoly lendületet vegyen a felújítás energetikai korszerűsítés az épületállományban. Itt nyilvánvalóan mindig a pénz az első, de túl a pénzen a pénzekhez való jutásnak az újszerű, innovatív, én nem tudom milyen néven nevezett lehetőségei, forrásai, amikor a város egyrészt nem csak a saját épületállományával gazdálkodva ér el valamilyen eredményt, hanem egy ilyen facilitátor szerepben adott esetben hozzásegíti mondjuk a közös képviselőket,
vagy más intézményeket ahhoz, hogy egy ESCO vagy akármilyen rendszerben nem pályázati, hanem tőkeforráshoz jussanak. Van egy csomó olyan forrás a tudomásom szerint, aminek a részletei, a felhasználása nem rutin, ahogy egyébként rutin mondjuk EU-s forrásokra pályázni. Ennek a megismertetése lenne az igazi külsőlöket, és ezt nem tudjuk belülről megcsinálni, ahogy egyébként azt se tudtam megcsinálni belülről én egyedül, vagy pár társammal, amit mondjuk ez a projekt azért elindított Kispesten. Köszönöm szépen. Györgyi? Köszönöm. Az biztos, hogy a forrás és a forrásokhoz jutással kapcsolatos segítség már is nagyon fontos lenne, akár a lakosok, vagy különböző tulajdonú alakú házak, akár a közintézmények esetében, illetve nálunk nagyon fontos probléma a technológia, az, ami a műemlékvédelmi környezetben a megújulókat be tudja hozni, úgyhogy erre fektetünk nagy hangsúlyt, hogy megpróbáljuk azokat a kapcsolatokat megtalálni, akik tudnak javasolni, hogy tehát olyan módon változtatni, hogy bizonyos fokú kedvezmények lehessenek a megújulók beépítésével kapcsolatban, és amikben még nekünk valószínűleg külső segítség lesz ez a lakó és az épület állomány feltérképezés, biztosan nem fogjuk tudni önállóan megcsinálni, úgyhogy ezt át kell gondolni, hogy célzottan hol kezdjük, kivel kezdjük, és aztán ennek ugorjunk neki, és továbbra is a szemléletformálás, tudás, megosztás, munkatársakkal és lakosokkal. Köszönöm szépen, és végül, de nem utolsó sorban, Szombathelyen, mik az első lépések, és mik a külső feltételek közül a legfontosabbak? Köszönöm szépen. Hát az első lépés, én is azt gondolom Istvánnal egyetértve, hogy a politikai deklaráció, tehát hogy nálunk is gyakorlatilag hasonlóan be kell emelni a SECAP-ba a build-up négyzetent. Ugye mi is még elfogadás előtt vagyunk, úgyhogy ez pont egy ideális pillanat, és hogyha ezt a képviselőtestület elfogadja ilyen formában, vagyis hát hogy fogadja el ilyen formában, ez az első lépés. És amiben én is azt gondolom, hogy külső segítségre lenne szükség mindenképpen, amit nem is feltétlenül önkormányzati feladatnak érzek, az a lakossági állomány felmérése, illetve a lakosságnak a megfelelő forráshoz juttatása. Amit itt az önkormányzat meg tud tenni, az leginkább szemléletformálás, tehát hogy arra rámutatni, hogy ez fontos és miért fontos. De hogy ezeket a folyamatokat mindenképpen kívülről kell segíteni, elindulni, én azt gondolom. Köszönöm szépen. Remélem, hogy a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete segíteni tud nektek is a jövőben, illetve más városoknak, akiket érdekel ez a keretrendszer. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és örülök, és főleg azt az elmúlt egy év munkát, amivel hozzájárultatok a városaitokkal, hogy a keretrendszer az utolsó módszertani formáját elnyerje. Köszönöm szépen a beszélgetést, és várjuk a további városok jelentkezését.